Az iszlámban van egy elv, a két rossz közül a kisebb választás elve. A teljes neve a két kár között az enyhébb és két rossz közül a kisebb. Mabda ichtijar acheffeldarrain, wa ahuan ensharrain. Az életben természetesen jó és rossz utak között kell választani de létezhet kényszerhelyzet, amikor ugye két rossz között kell választanom. És ilyenkor mindig azt az utat kell járnom, ami a kisebbik rossz, vagy amivel a kisebbik kárt tudom okozni. Például megbetegszem, begyullad a vakbelem, és két út áll előttem, vagy hagyom, és akkor ez a vakbélgyulladás akár halálos kimenetül is lehet, vagy pedig műteni kell, s felvágják a hasamat, ami szintén rossz, esetleg károkat okozhat, de ha az operáció sikeres, akkor meggyógyulok. Válasz, melyik utat választod? vagy autót vezetek, és előttem van egy ember. Vagy elütöm, vagy pedig gyorsan félretekerem a kormányt, és összetöröm az autómat. Két rossz közül melyiket választom? Vagy elütöm az embert, esetleg a halálát okozva ezzel, vagy pedig összetöröm az autót, az ember életben marad, és én kárt szenvedek. Ez egyéni szinten számos területen megnyilvánul, de nem egyéni, társadalmi, katonai szinten szintén. Kivonulok, átadom a területemet az ellenségnek, de ezzel más stratégiai célt valósítok meg. A politika számos elemet vesz figyelembe, van, amelyről le kell mondania annak érdekében, hogy a többi területen előnyhöz jusson. A két rossz közül a kisebb, vagy a két károkozás között az enyhébb, ez egy azért fontos elv, mert lehet, hogyha a kisebbik rosszat választom, akkor egy láncreakciót szakítok meg, hogy a rossz sorozatok be ne következzenek. Na, ezeket kell elemeznem, mint egyén, mint családfő, mint vezető, és mint az ország előjárója. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.